Na jó napot kívánok, üdv a csatornán! Hát miről beszélsz, Keeper? Hát mi az, hogy el vagy veszve? Hát te nem hogy szoktál lenni, hogy itt most... Jaj, most akkor mi történik? Hát nem tudom, hogy mit csináljak, úristen! Hát mi a fene? Mi a fene? Hát nem voltál te mindig ilyen? Írtátok is, hogy... Hát Keeper, hát ezt csináld, azt csináld, hát meg kell ezt a folyamatot tovább vinni, mert különben nem lesz belőled ló! Ló se! Nem mondtam ki csúnya szót, nem mondtam ki csúnya szót, de gyerekek, csináljuk gyorsan az aratást, meg mindent, hát nem arról szól itt az egész basszus, hogy Keeper itt föladja a dolgokat. Egyébként hoztam modokat, csak várjatok egy pillanatra, jó? Várjatok ezt egy kicsit itt rá kell függni, úgy látom, mert össze vannak akadva a dolgozók, aztán már mehetnek is, másik kombány, egyik kombány, másik kombány, ez is mehet szépen. Várjátok, szerintem ezt átveszem tőle, aztán majd én learatom, mert itt vannak problémák. Remélem a hang jó, a kép jó és minden csodálatos. Igaz, egy kicsit sötét van. Jaj, nem kapcsoltam vissza, tudom. Nem kapcsoltam vissza azt a modot, amit korom sötét lesz. Majd fogjuk. Egyébként az a kombájnot mit csinál? Atya, úr, Isten. Hát még jó, hogy itt igazából ránézek a dolgozókra, mert tényleg a hülyeséget azt... Megint a hülyeség van, megint a hülyeség. Ő meg túl közel van az ifához, ugye? Hát borzalom. Ez meg mit csinál? Menjék innen és arassál, mert hát mi lesz itt velünk? Kell a pénz lóvér a gyerekek, mert kitalált Keeper megint újdonságokat, de először fadítsa meg a kombájnokat, mert vadítanak ezek a kombájnok meg a Keepert. Jó van, akkor gyorsan eregedjük le a gabonát, mert úgyis kell a lóvé, mert új dolgokat kell venni vetőgépet, kell venni rábastájgát, kell venni ihátárcsát, úgyhogy csodálatos módon nekiállunk komolyabban dolgozni. És nem adjuk fel, tudom egy kicsit későn került fel ez a videó, remélem azért még itt vagytok velem. Na, 1, 2, 3. Kombány mehet nyáron. Ezt meg gyorsan elvisszük, mert neki egy kicsit más kell csinálni. Jó, hát ez nem rímelt gyerekek. Ez van egyébként, mindjárt hajnalodik, kiugrom az ágyból, a barátom már vár rám. Nézzük gyorsan közben a bérmunkásokat, hogy mit csinálnak. Forsitek aratgatnak, MTZ, jó, mindenki dolgozik, úgy látom. MTZ, oké, mindenki dolgozik, figyelgetjük őket közben, jó? Kapcsolok egy lámpát, pilácsot, hogy valamit lássunk is, várjatok. Megmutatom, hogy milyen modokat hoztam. Na, hol van ez az utacska? Itt van a... Nem annyira láttam ki, gyerekek. Jó van. Rengeteg dolgot kell csinálni, folyamatosan kerülnek be a modok, amiket küldtök. Köszönöm szépen azt a két modot is, amit küldtetek nekem az erdészethez, mert úgy gondolom, hogy lassan majd az erdészetet is be fogom indítani. Gyerekek, hát hagyjam veretjük ezzel a géppel. Hát szétesik az etor, szétesik. De egyszerűen nem tökölhetünk, mert kell a lóvé. Kell a pénz lóvéra, ugye gyerekek, ahogy szokták mondani, ez az. Vigyázni kell, mert itt a táblákon nem lehet csak úgy áthúzni, mint a Farming Simulator 19 néhány részébe. Ezt gyorsan lerakom és le is akasztom szerintem, mert egyelőre vagy itt hagyom, mert nem az lesz az első a prioritás, hogy én itten ezzel flaggáljak állandóan. Oké, gyerekek, nézzük, hogy mi van itt, meg gondoltam, hogy elakadtatok, gyerekek, már megint. Mert valahogy éreztem. Szerintem azt kellett csinálnom, lehet, hogy végig rántom ezt tárcsával, mert ezek a munkásoknak leginkább az a baja, ugye, ha nagyon kifutnak a földszélibe, akkor az történik velük, hogy nem tudják lekezelni azt a fordulót, mert ugye ott már kapásból ilyen mindenféle bokrok meg fák vannak, és valamennyire körbe kéne rántanom, hogy tudjanak dolgozni. És úgy indítom meg velük a munkát, és erre a földre lassan ugye jöhetne a vető és az etor. És akkor kapásból valamit fejlődnénk, viszont majd permetező is kell. És valószínűleg, hogy nem a permetező helikoptert fogom tudni megvenni egyelőre még. Na, most már mehet visszafele ez a csávó, és közben a földeket is újra renoválni kell, mert össze-vissza vannak ugye... megdolgozva, meg még ott egy-két sarok nincsen teljesen jól megcsinálva. Majd itt végeznek a nagyobb részekkel, utána nem nagyon tudom elindítani úgyse a melósokat. Akkor csináljuk, ezek meg itt mindig beleakadnak, úgyhogy ez... Fú, ezek a földek, ezek szörnyűek, itt is a fát ki kéne vágni belőle, meg minden, azt akkor nem lenne ennyi probléma velük. Ennyi, barátom.
szedd alá, elfordul az. Jó van, majd talán le tudod fordítani, nézzük mi a szituáció. Igen, ezzel az Etorral be kellene majd durrantanunk. Be kellene majd durrantanunk a városba, mert legelőször az lesz, hogy vetőt kell vennünk, hogy neki tudjunk állni vele melózni, ugye. Ugratni ugye a gépet nem ugratunk, azt megmondtuk. Már a legelején, egyébként nem is erre kellene mennem, hanem elmegyünk Földes útnak. Hoppá, itt hova jutok ki? Hova jutok ki, gyerekek? Ez lehet, hogy nem volt a legjobb megoldás erre jönni. Ja, meg baromira gyors... Ó, gyerekek, itt hátul be lehet jönni, bazze, tudtátok? Most már én is tudom. Hát megyünk itt a földre. Nos, ment el a vonat, csak nem jön újra. 2%, jó van. Jaj, bazze, itt volt már megint az a rohadt nagy... Ezeket, aki ide rakta ezeket a fákat, annak törne le a kedve, gyerekek, komolyan. Várjatok, itt el tudok menni, aztán akkor oda érek nagyjából, nem? Elmegyünk erre, gyerekek. 8%, tényleg a TMK-nak úgy látom lesz dolga. 8%, jó van. Kell a nap. Egyébként azért, mivel ugye folyamatosan változik az idő, így pörögnöm kell itt a trágyaszor. Gyerekek, hogy néz ki ez az etor, more? Hogy néz ki ez az etor? Mert a lajtos kocsit kihozom, mindjárt leveretem vízzel. Egyébként itt várjatok, ezen a földön átgangolunk. Tarló mehetünk, gyerekek, hát valósághűek vagyunk, gyerekek. Ott van a torony iránt, megyünk szó szerint, gyerekek, be. Zöld füst van, azt mondtátok, füvel megy a Berta. Igen, igen. Ja, egyébként a szalmát majd akkor éri meg, majd kicsit gyűjtögetni jobban, hogyha ugye... nem ilyen icipici kombájnokkal megyünk, és nem az van, hogy folyamatosan itt... végig kell 200-szor menni a földön, mert hogyha szélesebb vágóasztallal dolgozunk, ugye akkor kevésbé fog sűrűn hagyni szárt, nem szárt, hanem mi az? Szalmát. Ugye mivel szélesebb a vágóasztal, most mit magyarázok? Magyarázom az egyszer egyet, itt gyerekek, hát gondolom mindenki vágja, hogy miről van szó. Jó, egyébként úgy látom, hogy ez rugózás tekintetében, vagyis legészcsillapítás tekintetében tök jó ez a gép. Nem nagyon sérül. Júj, meg kéne mutatnom, milyen modokat hoztam nektek. Neki fogunk állni az erdészkedésnek, mert én szeretnék. Tudom, hogy lehet, hogy nem a legkifizetődőbb, meg nem is tudom, hogy mennyire kifizetődő, de úgy gondoltam, hogy lehet, hogy fogjuk csinálni, kicsit beosztjuk a dolgokat, hogy nappal inkább erdészkedünk, éjszaka meg csináljuk a földmunkát, mert ugye tudnánk tevékenykedni az erdőbe. Hoztam különböző gépeket, olyan gépeket, amivel gyakorlatilag viszonylag olcsón tudunk erdészkedni, igaz, hogy egy kicsit körülményes lesz, szóval sokat kell dolgoznunk vele, de legalább tudjuk csinálni, mint az őrültek. Na, eljöttünk a bótik közben, valószínűleg megálltok a munkások, nézzük meg, mit csinálnak, Forsit befejezte a munkát, a másik bérmunkás, oh my god, az dolgozik, gyerekek, mindenki dolgozik, hihetetlen, csoda történt, gyerekek. Na, álljunk félre valahova. Egyébként itt is a szervizbe berakhatnám ezt a izét, de nem akarok erre költeni, mert ugye itt is van szerviz, és akkor itt is tudnám ugye TMK-ba javítatni, de valószínűleg nem egy olcsó mulatság. Hogy néz ki, gyerekek, ez az etor? Hát tiszta retek az egész. Jó lenne. Na, megmutatom, hogy milyen gépek vannak nagyon gyorsan. Jó, kacok, figyeljetek, traktorok közé hoztam nektek csoda dolgot, de várjatok, hát miről beszélünk, a modern gépeket nézzük, nem ezeket a retkeket. Na. Ezt az MTZ-82-t hoztam homlokrakodós verzióban, nagy kabinos, nagy fülkés, 110 ezerért. Azért hoztam drágábban ugye, mint a kis fülkéset, mivel egy az, hogy nem azt mondom, hogy újabb, hanem inkább azt mondanám, hogy ugye első meghajtás is van rajta, másik meg az, hogy ugye van rajta gyárilag egy homlokrakodó felszerelve. Viszont az Etor alá akartam behelyezni, mint árba, mivel ugye az gyakorlatilag azért nagyobb gép is, meg ugye... erősebb gép is egyébként. Ja, tudom egyébként az UTB csites, majd áttérjük az árát, olyanra nem fogom használni semmiképpen, amivel, mondjuk nem fogok IH-tárcsát rágatni vele, szóval nem lesz ilyenből gond, nem fogok csitelni semmilyen körülmények között. Na, ugye 82-es MTZ, egyébként a 80-as MTZ-t nem tudom miért 75 lóerőre írni, amikor pont ugyanabban az a motor van be, ha jól tudom, mint a 82-esben. Ugye a 80 meg a 82-es között ugye a 2-es számos nem jelent semmit, csak az, hogy van belső meghajtásunk is. Na, 110-re hoztam ezt a csodálatos dolgot, amivel az erdőn tudnánk tevékenykedni, remélem, hogy nem egy nagyon sérülékeny, majd vigyázzunk rá, mint az őrült. Egyébként nagyon jól ki van dolgozva, nem tudom hányas verziószámban rendelkezik már. Oké. Okay. Amit még hoztam nektek erdészeti felszerelésbe, hoztam egy ilyen MBP, 6,5 tonnás talán pótkocsit, ami farönköket tud szállítani. Van autólód scriptje,
amit nem biztos, hogy nem muszáj használnunk, ugye, ezt is nem fogom természetesen, nem fogok autólódolni, hanem ugye én fogom felrakni a fát majd rá. Egyébként magasítót lehet már rá pattintani, szóval teljesen frankon működik. Viszont a traktorokra ránézünk, mert különben nem tudom, hogy mi lesz itt. Jó, dolgoznak szépen, gyerekek. Ezt is lehúzzák, ezt a részt is, akkor utána azt fogjuk csinálni, hogy akkor a vetőgépre ráhajtuk, nem is tudom mennyi volt a vetőgép. Azt mondja, hogy hol vagyunk, vetőgépek, az nem... Igen, a lajtáról beszéltünk, hogy valószínű, de nem az IH-6002-es fogjuk valószínűleg megvenni, ami majdnem háromszor olyan széles, mivel el fogja tudni húzni, tudjátok, a Zeton Crystal. Ami 40 ezerbe kerül, ami nem olyan túl sok, szóval akkor ürítessük a kombájnokat ezerrel, meg akkor rakjuk át a következő helyre őket, és akkor valószínűleg elég hamar meg lesz nekünk ez a pénzünk rá. A következő föld, ami van, az kukorica föld, úgyhogy kukorica adaptert is kell venni, viszont azok megint nem drágák, mert úgy raktam be azért a játékba, hogy ne az legyen, hogy baromi drága. Viszont az árak folyamatosan változnak, amivel nem nagyon tudok mit csinálni majd. Hol van a izé? Hol van a... Jaj, várjatok. Nézzük rá a térképre, aztán akkor kicsit talán okosabbak leszünk. Egyébként olyan, ma egy felhős idő lesz, utána napos, nagyon csodálatos. Mennyi pénzt költöttünk eddig? Ja, nem írja az összeset sajnos. Na mindegy. A búzának az ára emelkedik, úgy látom, a repcének az ára emelkedik. Hát valószínűleg azt kell majd csinálnunk, ugye, hogy betároljuk őket, mint az állat. Na, termésfajták növekedés. Betakarításra kész van bőven még, itt van az a nagyföld, ugye az kukorica, itt mellettünk mi van? Azt nézzük már meg, ez a kék, ez mi kukorica szintén. Azzal akkor nem tudok mit kezdeni. Olyan területeket kellene nézni, amiket le is tudok aratni. Van itt egy búzatábla, ott meg ott. Igen, azok tök jók lennének. Van egy búzatáblánk, kapásból ott azt, amelyiket éppen műveljük meg amellett. Úgyhogy valószínűleg, hogy átugrunk oda, mind a kettő, vagy a kombájnokkal. Közben meg leürítjük őket, hát ja, ezeket átvinni is ugye nem két másodperc sajnos. Az egy kombájn, az meg maradjon azon a táblán, én úgy gondolom. Legalább nem keveredünk bele. Mondjuk a kettő kombájn az lehet, hogy elférne rajt. A másik kombájnunk hol van? Másik kombájnunk, az még ott van azon a területen, jó van akkor. Mert itt ugye nem fogok tudni átmenni. Viszont a vasút is ide lehet, hogy át tudok csullankodni, hogyha átférünk, és akkor be tudom durrantani a második kombájnt ide is. Nem lesz ebből semmilyen probléma. Azt hiszem, hogy ott búza van, ugye? Nem árpa. Na majd mindjárt megnézzük. Ott ugye kukorica van, ott följebb volt még nekünk... Várjátok, 8-4%, megnézzük. Ó, át fog ez férni? Bare, pont nem mi. Pont nem fog átférni. Jó, akkor ott rohadt meg. Nem baj, legalább nem törjük szarrá. Hú, de megjettem, ott állom oda a gyerekek. Mindig beszarok, hogy itt mi meg fogunk itt dögleni. Jó, átmegyünk, kukorica az van bőven, úgyhogy kukorica vágóasztalra majd át fogunk állni. Egyelőre itt leparkírozok a sineket, tudom egyébként, hogy itt nem a legszerencsésebb. Egyébként volt egy ilyen eset, amiről mindjárt beszélni fogok, mert miért ne. Gyerekek, ez mondhatni, hogy végzett, ugye? Itt ne pörögjél már gyerek, hanem inkább akkor menjünk innen el nagyon hamar. Hú, de jó lenne, hogy valami pontom hívat tudnék építeni, de mert át tudnék itt kapásból vágni, de nem baj. Ja, itt is van egy izé, itt is van egy föld, gyerekek. Akkor a másik kombájt ráállítom erre a földre. Nem tudom, mi van rajta, árpa vagy izé. Búza. Jó, hát itt jó átkapattam egyébként. Volt egy nagyobb bokor. Na, mindjárt mesélek egy sztorit erről a vasúti dologról. Vasúti sín dologról. Volt egy régi munkájám, lehet, hogy a pár régebbi nézőm emlékszik arra, hogy még a Csőztott Kft. Zalaszent Mihályon, gondolom Csőztott Butorja, aki ismeri ezt a Csőztott Kft-t, nincs olyan ember basszus, akinek nem volt, ez azt hiszem árpa, úgyhogy akkor hadd szóljon. Nagyon csodálatosak vagyunk gyerekek, ez meg van telve, úgyhogy megyünk üríteni, és így akkor a kettő föld, az út két föld oldalán ugye lehet őket aratni. Sőt, ide még egy kombány leférne, de ott rohadjon meg. Na, Csőztott Kft-nél dolgoztam, egyébként Csőztott Butor szerintem nincs olyan lakás, amelyik bár itt az országban nincs olyan lakás, amiben ne lehet volna. Szerintem egy csomó házasság ráment arra, hogy a lapra szerelt butorokat próbálta összerakni a férj, és csúnyán összeveszett az asszonya, mert az asszony biztos mondta neki, hogy még erre sem vagy képes, a szomszéd az bezzeg össze tudta rakni az előszobafalat. Ilyen rettenetesen gagyi, a 90-es évek elejétől ilyen rettenetesen gagyi kis butorokat, meg ilyen szekrénysorokat lapra szerelve gyártottuk, ami
amiben az volt akkora jó, hogy igazán nem volt akkor még IKEA, meg nem volt a többi konkurencia, és iszonyatosan megszedte magát a Csőztót Jancsi, akiről ugye kapta a cég a nevét, és volt a tulajdonosa, de később, amikor bejött az IKEA, meg a különböző külföldi bútor, akkor már ugye nem nagyon ment ez a dolog. Viszont, jó, ezt hagyjuk itt ezt az ifát, aztán majd valami elviszem leadni, azt közben meg tudom menni talán a vetőt. Figyeljük a izéket, és jó srácok, nézzük a trapézt, befejezte a munkát, állj. Oké, ez befejezte a munkát, akkor már rakjuk is odébb, hát még egy kicsit azért dolgozzá, tesó. Meg úgy látom, az MTZ egy kicsit be van fordulva arra. Ja, ő is úgy gondolja, hogy befejezte, hát nagyon el vannak tévedve. Na, az, mondanám tovább, igen, és ilyen nagyon hódgagyi bútorokat gyártottunk, ott is CNC varos voltam egyébként. Ja, egy jó pár házasság szerintem ráment erre a projektre, mert tényleg olyan szinten csináltuk meg azokat a bútorokat, hogy aki össze tudta rakni, vagy aki nem hívott asztalos, szerintem egy 3 napon belül az biztos, hogy csalt. Mert olyan szinten voltak összerakva, olyan emberek rakták be a csomagba azokat a bútorokat, akiknek fogalmuk se volt, hogy mégis hogy néz ki egy bútor, mert az utcára behívott mindenféle ember építette, meg rakta össze, meg csomagolta ezeket a bútorokat. Összerakni teljesen nem természetesen, hanem magát a csomagot rakta össze, mert ugye ez lapra szerelve volt, az azt jelenti, hogy otthon kell összerakni, és emiatt mondom, hogy ugye az házasságok mentek rá. Igen. Sőt, még néha szoktunk úgy poénból csinálni olyan dolgokat is, és ez egyébként megint befejezte a munkát, nem? És ott belemegy a garéba, aztán vége bulinak, tessék, dír, nekivent, vége van, ennyi volt. Ez a baj egyébként ezekkel a földekkel, hogy tele van mindenféle szarral a szélre. Na, és poénból beszoktunk rakni a csomagba olyan alkatrészeket is egyébként csöztontál, amik nem tartoztak a csomagba, és úgy gondoltuk, hogy majd a paraszt mit fogja vakarni két napon keresztül a fejét, hogy az az alkatrész hova való, amikor egyáltalán nem volt sehova való, ugye? Na, ott dolgoztam. Egyébként szarul indítottam meg ezt az MTZ-t, de szerintem egy fölösleges járatnom lefelé, mert ugyanúgy bele fog keveredni. Úgyhogy inkább vigyük el a francba olyan helyre, ahol ugye nagyobb rész van. Na, szóval ott dolgoztam, és hátul voltunk kint a rampán, pont kajaszünetbe, amikor megérkezett a Dunyha nevű sofőr, és hozta ugye a nyerges vontatót, kamiont, megállt vele az udvar közepén, csak az volt a nagy probléma, hogy az udvar közepén bent állt a sín. És ezt a vonat ezt nem preferálta igazából. Jött a vonat. Igen, jött a vonat, ott hagyta a sínen keresztbe az udvar közepén a Csőztót János zalaszerbiai telep helyén a kamiont, és elment kávézni a lakatos műhelybe, TMK-ba, mert ott megitta a kávét 20 forintért, hát csak az volt a probléma tényleg, hogy érkezett a vonat, és mi azt így végignéztük, hogy nem gyorsan, hanem tolatott a vonat, egy tehervonat, és azt, igazából azt láttuk, hogy tolat a vonat, jön a, ott volt a, ugye a kamion, póttal, a pótot érte el, gyakorlatilag egy pontok felénél, mondom a pillanat, csak közben gyerekek, itt hajtani kell a munkásokat, mert meg vagyok őrülve, hát nem akarnak ezek dolgozni. Ja, így pontot élte el, elkezdte tolni az udvaron keresztül a vonat, a pótkocsit, magyarul azt a trélet, és húzta magával, vagy nem a trélet, hanem, de a trélet, magát a pótot húzta magával, és ugye mivel fel volt csatlakoztatva rá a traktor, maga ugye a kamion, ezért azt is így keresztbe húzta az udvaron keresztül. Egész addig, amíg el nem ért az épület sarkáig, rampáig. 1 liter van, gyerekek, ebben a traktorban, more! 1 liter van benne! Hát itt rohadsz meg a fő... 0 liter, miért? Kifogyunk! Itt rohad a föld közepén az UTB, de miért? Hallod? Ezek elkezdték fogyasztani rohamosan. Képi munkás hogyan csinálja azt, hogy izé? Hát nem úgy volt ez eddig, hogy izé, hogy pénzt fogyasztott? Oda nézzetek, 0 liter, ki fog fogyni az üzemanyag, meghaltunk. Végünk van, gyerekek! Na! Közben mondom tovább, egész nyugodtan. De ez úgy látom megint végzett igazából, ezeket is tápolgatni, gyerekek, ez egy halál.
Ezt nem tudom mit kezdjek ezekkel már szerintem. Megpróbáljuk megindítani a keresztbe. Tényleg itt az kell, hogy a végén kell itt nekünk. Az a baj, szerintem rá kell gyúrnom a izére, a tárcsára, mert itt... Hoppá, ezt ledobta egy kicsit a képer. Mert ezzel így nem fogok tudni mit kezdeni. Hát az egész egy keszek... Na, ott az UTB dolgozik még. 0 literjével. Jaj, gyerekek, már izé, már kopog a tank. Kong a tank. Na! Tényleg bazza, nem tudok itt izé, nem tudok érvényesülni, annyi munkám van, gyerekek. Nem tudok érvényesülni, annyi a meló. Annyi a meló, hogy az őrület. Na! Menjünk nagyon gyorsan, át kell kelnünk, ugye nem tehetek arra, mert ott a vasút is üreg van, át kell kelnem itt az úton. És arra tudok menni, hát megtelettek a kombány, gyerekek, el vagyunk havazva, nem baj, legalább van munka bőven. Na, és akkor ugye húzta szépen a kamiont, a vonat. Csikorogtak a gumik, ahogy kell, szerintem úgy vitte gyerekek, mint a rongyot. És odaértünk az épület sarkához, ahol volt egy betonrampa. És ott amellett ment el a vonat, ugye a vonat az így bent volt el, csak ott volt egy kamion közben. És szépen az történt, hogy beszorította, és elkezdte görbíteni, mint egy darab vasat, egy ilyen pici vasat. Elkezdte derékszögbe, majdnem nem derékszögbe teljesen, de egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 30 fokos szögbe szépen meghajtotta a kamionnak a pótját, a rampa, meg a vonat közé, ahogy beszorult, a vonat ugye behajtotta. Ezt így végignéztük, mivel igazából semmit nem tudtunk csinálni, mert ugye a mozdony az már jó messze volt, hiába is futottunk volna, akárhova elég gyorsan történt ez az esemény, és nem volt boldog a kamionsofőr, a főnöke az még kevésbé volt boldog, amikor ezt így meglátta ezt az eseményt, a mávosok, azok meg még annyira sem voltak boldogok, mert leugrott a vonat. Leugrott a vonat a sírről. És mivel leugrott a vonat a sírről, ezért ugye vissza kellett rakni. Nem a vonat ugrott le, hanem az utolsó kocsi, amelyik ugye beszorult, és dír, egy hatalmas nagy csattanással leugrott a sírről. Jaj, bazd a gyerekek! Azért megnéztétek most ez megnéztétek volna, hogy én itt az erre átgaggolok, ugye? Ja, és akkor ugye az volt a nagy szerencse. Hát a pótból nem lett semmi, hátra húzták. Ezt ott rohadt meg, szerintem talán még mindig ott van, esetleg szerintem, ha elmennék oda, akkor ott lenne az a pótkocsi. Gyakorlatilag keresztbe törve. Hát nem tört el, hanem így elhajolt természetesen. És az volt a szerencse, hogy volt egy Csösztóth Jánosnak voltak néha olyan hülye gondolatai, hogy olyan dolgokat vett, amiknek nem sok értelme volt. Vett egy bányagépet. Egy olyan homlokrakodót, amelyiket tudjátok, az a nagyon nagy, az amikor olyan akkora kerekei vannak, mint mit tudom én, hatalmas volt. Szoktunk vele menni, egy iszonyatosan egyszerű váltóval rendelkezett, azt hiszem 3 sebesség volt előre, 1 hátra, de még kuplunk sem volt benne. Szinte nagyon egyszerű. Törzscsuklós volt, olyan volt a felépítése, mint egy rábastelgerek, sokkal nagyobb volt, mint egy rábastelger, meg egy iszonyatosan nagy, szerintem legalább egy 3 köbös kanál volt az elején, amiben igazán mi arra használtuk azt a gépet, hogy abba öntöztük bele a szemetet, ugye a CNC-ről, ami lejött, kihúztuk a ládát, beleöntöttük, és aki éppen megtellett, az megment vele. És nagyon örültem neki, amikor nálam tellett meg, mert akkor verettem a faurakétának neveztük, hát iszonyatosan nagy dög volt. Dupla kipufogó hátul jött ki a motortérből, beröffentetted, hát akkor nagyobb kerekei voltak, mint egy rábastelgernek. Na, aztán... Ja, azt szoktuk csinálni, hogy akkor a szemet megtelett a kanál, beleöntöztük, a rampánál volt a kanala, oda volt állítva, beleöntöztük, és az elmehetett vele. Hát akkora volt az a gép, amikor elmentem bele a busz mellett, mert volt egy ilyen csőszontos buszot, elmentem a busz mellett, akkor simán olyan magasan volt a lábam, mint a busznak a teteje, amikor ott ültem. És akkor ugye hátra vittük ugye egy ilyen nagy depóhoz a szemetet, és arra oda beöntöttük, és én azt szoktam általában, hogy jól felmásztam azzal a döggel a depó tetejére, hát csúszott le félig keresztbe, de akkor a masszív állatgép volt, hogy az hihetetlen. Na, és az akkora gép volt, hogy fogták,
ugye amikor megtörtént ez az esemény, hogy leugrott a sírről, fogták a targoncások, oda ment ahhoz a faú rakétához, beindította. Oda ment a vasúti kocsihoz, nem tudom hány tonás egy tehervonatnak a vasúti kocsija, de fölemelte a izéjével, a kadalával, ahhoz visszatette a sírre more. Mondom, az igen. Igen, és akkor ez igazából ez történt. Hát ugye mind a kettő úgymond társaság hibás volt. Mármint hibás volt maga a kamionsofőr is, mert ott hagyta az udvar közepén ugye a kamiont a síret. De hibás volt maga a MÁV is, mert ugye ez egy zárt terület volt. Csak használta a MÁV. Ott töltötték be a gabonát a kocsikba, volt egy ilyen töltő rész. Úgyhogy mindenki hibás volt, de a kár az jelentős. Na. Hát ez egy igen, elkegyörödtünk egy kicsit a vonatoktól, ugye a bányagépek. Igen, a csúsztott járás az ilyen volt, hogy néha vett ilyen dolgokat. Hát volt egy olyan szituáció, hogy gyárk ide a rampa szélén, ott volt egy ilyen régi gáztároló, gondolom tudjátok, hogy mi az, amikor... Jó, hát ez meg pihen ez a kombány, úgy látom. Volt egy ilyen régi gáztároló, amiben tudjátok, a gázpalackokat szokták tárolni, ilyen rácsos, és akkor így mondta, hogy... Mondta az izének a... Mondta a Lalinak. Lali volt a lakatosunk, a TMK-sunk. Jaj, meg volt a másik, mi volt a neve? Oszi. Nem is tudom ki volt. Hát az Oszi az úgy járkált, hogy volt nála egy védéspré, az volt a karbantartó, volt nála egy védéspré, meg volt három különböző méretű kalapácsa, attól függően, hogy milyen nehéz a probléma, értitek? És akkor így szerelte a gépeket, CNC-t, mindent, more. Na, aztán volt a Lali, aztán oda ment hozzá a Csőztott János, aztán így nézte azt a gáztárolót. De Lali! Milyen jó lenne, hogyha vennék ide 100 tyúkot? Nem kellene tojás vennem többet. És az meg vett a... Gyerekek vett a gáztárolóba, vett 100 tyúkot, és igazából kitalálta. Többet nem kell tojás venni, abban biztos voltam. Mert naponta tojtak 50 tojást, nem volt annyi kapacitás, hogy azt megegye. Ja, hát igen, kitalált ilyen érdekességeket. Ja, egyszer volt egy olyan szituáció, hogy most ez csúnya történet lesz, de ezt elmesélem akkor is, mert így van a valóságban, így volt. Valaki összeszarta a WC-t. Csúnya cifrafosás rájött biztos, aztán csúnya volt a WC, és Csőztott Jánosnak szóltak, hogy Janikám, hát a takarítónak szóltak, hát hogy néz ki ez a WC, nézzed már meg. És János úgy gondolta, hogy ő majd kideríti, hogy mi történhetett. Mindenki, aki arra jött, annak letolatta a gatyáját. Hogy gondolta, hogyha a WC a szaros, akkor valószínűleg a gatya is szaros lesz. Az legjobb az volt a szituáció, ezt mindenki tudta. És jött a Lali, hátulról valahonnan, ő mindig külön utakon járt, ugye, mert ő a TMK-s volt. Jött a Lali, és akkor nem tudott semmit erről a szituációról, mindenki tudott, ő nem. És így mondta neki a Csosztott Jani, hogy Lalikám, gyere ide! És ugye már mindenki tudta, mi lesz a szituáció, ő meg nem tudta. És mondja, hogy Lalikám, tudd le a gatyádat. Azt mondta neki, hogy ha János, én nem tudom le a gatyádat. Lali, tudd le a gatyádat. És ő meg nem tudta, hogy miért kell. Az a baj, hogy elmesélve nem olyan, hogy képzeljétek el, egy random ember jön a rampán végig, és akkor mondják neki, hogy hát kérlek, tudd le a gatyádat. Miért nem tudod le a gatyádat? Jó, ezt szerintem árveszem, gyerekek. Az a baj, hogy úgy látom, hogy itt kell dolgoznom, mint az állat. Ezek a munkások, ezek inkább tönkre tesznek. Na, és ezt a szalvát úgy szántjuk be ide, vagy kultiváljuk be, csak úgy zuhanik, arra készüljetek. Egyébként nagyon hajlok arra, hogy nekiálljak a izének. Nagyon hajlok arra, hogy nekiálljak a... Tudjátok, hogy mire? Várjátok, hogy mi a szituáció? Hány százalékon vagyunk? 54, úgyhogy bőven végzünk. Jó, a trapéz traktor. Jó, hát itt fogyott ki az üzemanyag, bore. Gyerekek, itt fogyott ki az üzemanyag. Úgyhogy a következő videó, ez alá a videó alá mindenképpen lajtos kocsit vagy, amiben tudunk üzemanyagot idehozni. Mert ugye megbeszéltük, ugye, hogy én nem fogok itt ugratni gépet, meg visszaugratni. Kifogyott az üzemanyag, de jó nekünk. Ebben van 31 liter, nem tudom egyébként, az úgy volt beállítva, úgy látszik, hogy az úgy látszik. De itt meg ezek nem dolgoznak semmit, úgyhogy ezzel nagyon ki vagyok segítve, ugye? Úgyhogy van probléma. Úgy gyerekek, nem tudom most már mihez fogjak? Miben van enne a nagy pénz, srác? Meg kell nézni nekünk ezt a...
Mibe fogjunk, gyerekek? Most... Hogy néz ki ez a föld, te Mária? Ezek a munkások, ezek szörnyűek. Hogy néz ki ez a föld? Vetni kellene, basz. Vetni kellene. Vetni kellene. Gyerekek, vetni kell. De kell pénz, vagy valamit kell csinálni. A másik földet ugye el tudjuk már vetni. Ó, gyerekek, nagyon-nagyon meg vagyok lőve, úgy látom. Vetőgép kell. Vetőgépek. Iha. 6200. Megvesszük, gyerekek. Megvesszük, azt megyünk a izébe ezzelrel. Megvesszük és megyünk. Várjátok, ezt hogy tudom izélni? Hogy tudom... rá tudok csatlak... rá kire... Gyerekek, azt nem mondjátok, nem tudok ráfogni morre, mert akkor megbolondulok. Hát ezt ki sem fogom tudni vinni ide. Álljál és annyi! Ne szivassál! Nem... Ne szivassál meg! Várj, hát ez a mit? Nem tudok kitekerni valamit, vagy betekerni valamit? Ne szórakozzál! Hallod, ezt ki sem tudom vinni ide a kapun. Nincs rajta olyan pozíció, vagy valami csoda, amivel... Ó, te fiú, hallod, ezt ki nem tudom vinni a kapun, megbolondulsz. Gyerekek, gyerekek, ezt nem lehet összecsukni. Ez nem így működik. Hát milyen betű ez, more? Kifér a kapun? Ha kifér a kapun, szerencség van, nem, akkor itt rohad meg. Na, akkor az nagy biznisz lesz, gyerekek. Betőgép kinyitása, X. Annyit csinál a betőgép... Ó, te fiú, hát ez nem jössz jó nekünk. Gyerekek, ez nem így kell. Ez valami nem stimmel. Első munka... Várjál már. Rá vagyok várva a vetőre, bazze. Válasz magad, vetőgép kinyitása. Vetőgép kinyitása annyi, hogy kerekek fömennek. Na, ez akkor egy jó ötlet lesz, gyerekek. Hát próbáljuk meg odaállni az élére, de én nem látok olyan csatlakozást, amivel én ezt meg tudom oldani. Hallod, ez mi ez? Ezzel így nagyon meg fogok lőni. Meg leszek lőve. Hát nincs ezen ilyen csatlakozás. Jó, a gyerekek, akkor itt ez nem fog kifélni. Hát nincs ez a izé, ez a barázda. Ó, te fiú. Hát ez ha nem fér ki, akkor ott rohadjuk meg. Mondó vagyok, hogy nem fog kifélni, és ugye... Bemond a töréspont, hát annyira nem drágathatom, gyerekek. Ó, te Máriám, én lajtával nem vetem azt az egészet, meg mi az, hogy ez a vetőgépet nem lehet összecsukni? És ne írjátok, mert az összecsukásnál csak annyi van, gyerekek, hogy izé, hogy... Ezeket a rohadt kerekeket fölengeli. Ó, te fiú. Hát elvileg ugye lehetne ez, csak ez valami elcseszett konstrukció, de nem tudom, hogy gondolta a készítő, hogy ez nekem ez így jó lesz. Vetőgép becsukására csak annyi, hogy a kerekek lejönnek, gyerekek. Hát akkor ezt úgy tudom kitolni a kapu, hogy ott keresztbe állítom, azt valahogy kitolingálom. Azt ott már úgy elboldogulok vele, de ez így... Jaj, meg hát még magot el kell menni még a telepre, gyerekek. Ez nem fog kiférni. Gyerekek, ne őrítsük meg a keeper teljesen. Ez nem lesz nekem így jó, hát ki... Ó, te... Hát sírok mindjárt. Hát ki ajánlotta ezt a vető, gyerekek? Ne viccöljetek velem. Hát ezt úgy kell kitolnom, hallod? Vagy trailerre se tudom rakni, hát hogyan rakom trailerre? Hát akkor állítsuk vonalba, aztán akkor valahogy kibókaljuk. Ennyit tudok csinálni, ugratni megbaszéltük, ugye nem ugratunk. Ja, le kellett volna engedni az izéket. Azokat a kerekeket, ami hosszába vezeti. Hát de nem biztos, hogy fog ez működni nekem, ez így akkor sem. Na várjál, X-el ugye a kerekeket leküldjük. Leküldtem a kerekeket, jó. És akkor most toljam ki, érted? Hát ez nem a legjobb megoldás, mit te mondjak. Nem a legjobb megoldás, mit te mondjak erre. Hát így sem fog kiférni, more, hát akkor a szarva van, more. Aha, ez szerintem izé. Ennek szerintem, ez szerintem egy kicsit máshogy van, ez elrendezve, várjál. Szerintem ez kifér. Ez úgy látom, hogy ez nem úgy van megoldva. Aha, ez volt benne a trükk, gyerekek. Hogy ezt át tudod húzni a dolgokon, szerintem. Remélem, hogy működni fog egyáltalán, mert akkor megőrülök, ha nem. Most kiderül, hogy ezt át... Szerintem át lehet húzni ezen a kapun. Figyeljetek meg, hát nem a legélethűbb, de legalább valamit történik velünk. Erről beszéltem, igen.
Jó, hát ez nagyon... Azért ez marha jó ez a mod. Marha jó ez a mod. Mert ugye gyakorlatilag... Azért, hogy tudjad vinni, azért át tudod húzni. Vagy nem. A bizonyos tereptárgyakon, bizonyos tereptárgyakon meg nem. Nagyon boldog vagyok egyébként. Jó, gyerekek. És akkor még minden megtölteni, gyerekek. Tudom egyébként autó... Automatán csinálnám, akkor nem kellene megtöltenem, tudom. Viszont valamennyi magot azért kéne belevarázsolnunk, gyerekek, mert különben megbolondulunk, szerintem. Mert ugye azért akarok simán is izért dolgozni vele. Várjál. Ez választ magot, ó. Jó, ott volt a repce. Jó, kösz. Csodálatos gyerekek. Jaj. Különben azt nem szeretem ezekben a dolgokban, amikor rajtad független okokból csesződik el valami. Mert igazából ez... Erről most... És mi ezeket a tökölni, bore? És akkor csinál valaki egy ilyen modot, hallod? Hát a kezit törném, bore. Akkor csinálja meg, hogy lehessen vontatni keresztbe hozzá, vagy mit tudom én, nem? Hátra kövinnem. Legalább tudnám, hogy meddig lehet. De szerintem a keretig tudom izajelni, húzni. Hát a dolgokat. Jó, megtöltjük mindegy. 17%-ra levertem az előbb valami nagy tereptárgyba. Hál' Isten. Jó, meg van oldva. Na, várja. Betoljuk oda elvileg. Azt hiszem itt van a mag, ugye? Aha. Jó, legalább egy de csodálatos gyalog, gyerekek. Legalább újra tölteni. Legalább újra tölteni, újra tudjuk. 12 óra 18, hát. Ja, hajlok a izére. Hajlok, gyerekek. Hajlok az erdészkedésre. Meg kellene csinálnunk az, gyerekek, hogy nappal. Erdészkedünk, éjszaka, meg gazdálkodunk. Mert akkor az egy kicsit ütömet adna az egésznek egyelőre. Meg ugye még pénzt kellene kerestünk reggeteget. De hát ezzel körbe kell rántanom az egész területet, azt tudom csinálni. De, jaj, még amire kiérek oda, hallod? Várjatok, hogy lehetne átmenni valamint? Hogy lehetne? Azt figyeljük meg, hát itt jobbra el kell vennem, aztán a izei úton, ugye? Azon a vékony kis utocskán, az a legjobb megoldás. Vagy pedig nem, balra, és akkor földesút. De földesúton ezt végigrágatom, hallod, vége lesz a világnak. Földesúton végigrágatom, vége lesz a világnak, ez biztos. Gyerekek, esőre áll az idő, hát nem azt mondta, hogy jó idő lesz. Gyerekek, nézzétek, mindjárt be van borulva. Hát mindjárt megered, aztán akkor cseszhetem az aranyatársamat is, mi? Egyébként borús időt mondott, de nem mondott esőt. Ja, hát ilyen sztorik. Egyébként munkái sztorikat is nagyon szívesen mondok. Valaki, aki nézi az ideggondozó sorozatot. Nem tudom, földesúton emberre behúzni, hallott. Aki a nézi az ideggondozó sorozatot, egyébként szaszával is ott dolgozott, csősztottá. Hát pont ő vele volt, amikor ültünk a rampán. Úgyhogy... Ő az meg tudja mondani. Ja, valami olyasmit kell gyerekek beiktatni, amivel tudom én itt a dolgokat tölteni. Mert az UTB az ott rohadt meg kint a ugye? Kint a táblán. Nem vagyok boldog tőle. Egyébként... Ja, jó, hát 17%-ra ledurrant ez az egész. Nem baj. Csak működjön, gyerek, csak működjön. Akkor én teljesen boldog leszek. Ezt a nagy földet szépen levetjük. Meg a nakkabátunkat, azt akkor jó lesz nekünk. Egyébként itt is. Ja, itt kultiválni kell, jó van. Hát ezeket a földeket mind be kéne kultiválni, ugye csak tényleg kellene legalább egy rába.
Viszont a fakitervelés beindítanám, akkor nem is lenne olyan monoton, meg ugye talán akkor a rába is hamarabb meg lenne, meg tényleg lenne egy kis üteme ennek az egésznek. Hogyha olyan szaridő van, ugye szaridőben például, amikor nem tudok karatni például, akkor is tudnám ugye csinálni a izét, a fakitermelést, mert azt lehetne csinálni, elsőben is lehet. Ja, hát ilyenekben gondolkozok, gyerekek. Sokat agyaltam, de nagyon erre ezt a földet kell ugye vetni, úgyhogy hadd szóljon, szerintem gyerekek, meg kéne indítanom keresztbe, azt adjál neki is annyi. Aztán majd valami lesz, nem? Hát igen, az lesz gyerekek. Itt ezt megindítom, ahogy esik, úgy puffanik. Ezt annyit vett le, amennyit akar. Csak tényleg ne a nagy kabátjár vesse le. Ezt megyél baratom. Jó, oké. Jó, oké. Gyerekek, oké. Csodálatos dolog történik. Végre megindult a vetés. De nézzük. Igen, ott húzza, növekszik. Jó. Ó, a gyerekek. Viszont marha gyorsan le kell vetni, ugye, mert különben problémák lesznek, egyébként írta nekem hamutartó is, hogy arra figyeljek, hogy ugye pörög az idő, akkor viszonylag gyorsan le fog vetődni, vagy be fog érni. Jó, a gyerekek, ez szépen dolgozik, frankó. A mag, az a mag fog... Várjátok, ez beállítás. Ezt én érzem, hogy az beállítás dolog lesz. Vényfejlődés átlagos. Legyen lassan, nem? Úgyis lesz mit izéjelem dolgoznom. Növények elszáradása, nem? Hangerő, oké. Okay. Térképik. Nem sok minden van egyébként ebben a szében. Ugye? Nem sok minden tudsz állítani. Hát nem. Nem sok mindent tudunk állítani, srácok. Akkor gyerekek, mag is kell. Akkor kell egy olyan kocsi nekem követ... Akkor mindenképp kell egy olyan kocsi, amivel tudok izélni. Szerviz kocsi, amivel tudok tölteni üzemanyagot. Meg tudok magot tölteni. Onnan nézzetek, ez a probléma. Láttátok? Keretbe csúszik. Nem a legjobb az a vetőgép, bajok lesznek vele gyerekek, bajok lesznek ezzel a vetővel. Bajok lesznek ezzel a vetővel, kihagyta. Úristen, mekkora ez a föld, te. Ez hatalmas. Ja, az ekékeire állj az erdészetnek, én almondó vagyok. Na, nézzük mi a szitu. Ja, hát az UTB az ott rohadt meg. Ez meg nem hiszem el, hogy nem tudja megcsinálni ezt a földet, már komolyan legalább ezt a szegletet. Azért indítottam keresztbe, mondom, talán arra azt meg tudja oldani ezt a hatalmas nagy problémáját. Akár mennyit is, de legalább valamit dolgozzon. Jó, ez meg üres, ugye? Jó, valamit kéne ennek is találni valami munkát, mert különben itt ezért sem fogunk haladni semmit. Jó, hát megyek itt. Oké, megint megsérültünk egy kicsit a vágóasztal. Jó, gyerekek. Csövet behúzzuk, mert nem túl jó nekünk az. Jó, vagy gyerekek. Hát, szenvedünk, mint a Pilátus macskája. Úgy érzem, egy kicsit most visszaesett a lendület, mármint anyagi szempontból. Meg még ráadásul jönnek a gondok, meg a számla, meg a megszokás, meg az unalomblokk, ugye? De nem ám, csak vicceltem. Ott jön, oda nézzetek, itt hozzák a kombájnokat. Na olyan kombáj kell nekünk, cseréljük már el! Kerekek nincsenek, úgyhogy nem jó. Ez ilyen izé lehet, 21. század fölött ilyen. Vissza a jövőbe, biztos röpülnek. Ott van a kanapé, leülünk egyet, aztán csóváljuk a farkunkat, vagy nem tudom. Na, hát igen, ez van gyerekek. Nézzük a izét, az Etort mindenképpen kéne. Az Etort már most tudtak rá. Megőrülsz, mit csinálsz, bore? Mit csinálsz? Jaj, Sanyi! Sándor! Ne csináld a Ricsit! Ne csináld! A borzalmak keletkeznek, gyerekek, a borzalmak. Ennél nagyobb szívás már nem történhet velünk. Hogy mindenhol ezek a cserjék gazok, gyerekek, 23%, és nézzétek, mit húzott ide, gyerekek.
Nézzétek, mit húzott tőle. Jaj, gyerekek, bajok! Ó, a gazdaságunk itt be fog csödölni, úgy érzem. Nem hagyhatjuk természetesen, de akkor is vannak problémák, nem kicsi problémák vannak. Gyerekek, egyszerűen nagy szörnyű. Szörnyű, útakadály, árpa, mi, bérelt munkás, forsit, mit? Ja, mert izé megtellett, jó, gyerekek. Megtellett a izé, megtellett. Ja, az mit csinál? Komolyan mondom, már nem értem ezeket a... Jó, ez igen, ő mit csinál? Miért nem aratod le ezt az egy rohadt kicsi földet, könyörgöm? Jaj, végre. Na jó, a másik meg ugye izét... végzett. Visszamegyünk oda. És nem végzett, hanem megtelt. Gyerekek, valamit kell csinálnom, majd megőrülök. Valamit kell. Kezdenek lerobbálódni a járművek. Kell egy olyan jármű mindenképpen következő részben, amivel tudok üzemanyagot tölteni, meg még tudok ráadásul nem javítani, hanem ugye magot szállítani. Ez így nem lesz biznisz, bare. Valami jó autentikus barkaszt vagy valami csodát kell szereznem. Vagy... Azon filózok, mert nekiállok a kukoricának komolyan. Veszek vágóasztalokat, vagy azért nekiállunk a nagy főnöknek, aztán akkor lesz belül pénz, gyerekek, mert ez... Mert olyan lassan megy a munka ezeken a pici földeken, meg ugye szétszórólik a figyelmem, hogy itt valamit kell, ki kell találni, mert itt bajok lesznek, gyerekek. Bajok lesznek. Ó, te fiú. Huszonnyolc százalék, csak úgy megsugom, gyerekek. Huszonnyolc százalékra van leamortizálódva. De miért megy be oda, gyerekek? Miért megy be oda? És ugye nem tud normálisan elmenni ezen a részen. Most se fog jó lenni, mert most meg kihagyja. Jó, nem baj, gyerekek, nem baj. Csinálja. Oda nézzetek, mit művelt oda. Szóval ez a vetőgép, gyerekek. Valami jó vetőt, amit ki is próbáltatok, küldjetek, azt akkor kicserélem szépen okosba, úgyhogy ne vesszünk pénzt. Mivel ez nem arról szól, hogy most az én hibám lett volna. Lehet, hogy mentettünk egyet talán, ugye? Lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy onnan izélünk. Onnan szépen kicserélem, lehet, hogy gameplay-en kívül. Ezt a vetőt, valami jó vető kellene, gyerekek, mert ez egy őrület. Egy őrület, vagy annyira nem rossz. Itt megint be fog keveredni, mondjuk. Körbe kell húznom nekem a földeket mindenképpen, viszont egy jó vető kellene. Jó, álljál meg, barátom, mert... Álljál meg, more, ne menj be a csekmedbe. Körbe kell húznom a földeket. Itt újra kell gondolni a dolgokat, gyerekek, viszont egy új vető kell, meg kell egy olyan gép, amelyikkel, vagy olyan pót, amivel ugye tudok üzemanyagot tölteni, meg tudok magot tölteni, meg kell egy jó vető, és azt ki fogom cserélni a gameplay-en kívül, mert ez nem jó, ez kaki, ez szar. És szerintem az erdészkedéstől neki fogok állni. Erdészkedésnek neki fogok állni, gyerekek. Várjátok itt, ez így nem megfelelő. Gyerekek, ez nekem nem jön be. Ez így nem tetszik, viszont ott annyi fa van, mint a sár. És azzal tudnánk egy kicsit, megnézem még egyszer ezt a részét. Jó, átnézzük itt a dolgokat, hogy működik. Elvileg ugye szalma kellene neki, és akkor tudnék ugye csinálni a fűrészmalomnál deszkát, viszont nem tudom, van direkt átvevő helyzének? És jó, most tényleg kicsit nyugodjunk meg, mert ez sajnos az a vető, ez megszivatott minket, nem kissé. Kardosfa Kft. Anya. 6233. Csodás. Na nézzük. Itt tudom tárolni a wood chipset, ugye? Csúszott a gép, gyerek. Itt tudom tárolni a falprítékot. Oké. Mit tudom? Ezt azt mondtátok, nem biztos, hogy működik. Falprítógép erdőn kitermelt fát aprítja fel, a végtermék faforgács lesz, amit el tudsz állítani a telepen későbbi eladásra, vagy a deszkagyárt tárolójában döntheted, biztos itt vannak működését. Jó, oké. Micsoda izé. Na ilyen volt, ilyesmi volt az. De ennél nagyobb volt.
Na nézzük. Elvileg, ez hogy működik? Álljál meg, Sanyi. Ja, ott föl tudom kapcsolni a villanyt, gondolom. Vannak lámpák. Vagy ez mi? Itt tudod a telepon felkapcsolni, vagy lekapcsolni a világítást. Jó, és akkor itt csak egy... Itt el sem tudom adni a fát, mi? De viszont a vasúton el tudom adni, ugye? A vasúton tudom eladni. Itt nem tudom eladni a fát, itt csak azt tudom csinálni, hogy ugye deszkát termelek. Gondolom itt lesz a deszka, és valahol be kell önteni ugye a wood chipset, valószínűleg ide. Wood chipset ide beöntöm, és akkor lesz nekem deszkám. Csodálatos. Meg ugye kell hozzá fa is. Mert ugye van itt egy ilyen mizé, ami ugye kell üzemanyag neki, és locks, és akkor lesz belőle falpritték és board. Nem tudom gyerekek, Lehet, hogy a rönköket kellene eladnunk. Na, írjatok tippeket, meg valamit segítsetek, mert itt el vagyunk teljesen vezve. Köszönöm szépen a figyelmet, ja, és kellene egy szuper jó vetőgép, oké? Egy nagy, hatalmas. Köszi, sziasztok!